Maik 2015. június 20-a reggel 6 óra. Vagy 1755. júniusa? Kora reggel még szinte semmi sem utal a 21. századra. Hazánk egyik leghíresebb barokk épület együttese a Maiki Kamalduli Remeteség cellaházai között. A Franz Anton Pilgram tervezte 1770-ben javarészt befejezett kolostornak, épp ez jelenti ma is egyik legfőbb vonzerejét. Titokzatos, különleges helyez, ahol legalább 4 Szent György energiavonal találkozik össze, stölti fel az ide érkező turistákat, látogatókat, s leginkább zarándokokat. Olyan pont, melyet, noha az elmúlt több mint 250 év alatt a legkülönfélébb célokra használtak, volt középiskola, kollégium, kórház, sőt munkásszálló is, soha nem tudott tönkretenni az éppen regnáló kor értetlensége. Hányatott helyzete az ezredfordulón változott meg gyökeresen. 2001 óta kezeli a Műemlékek Nemzeti Gondnoksága, s ennek jogutóda a Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ. S ez időtájt csatlakozott még egy, mind fontosabb szereplő a közös értékmentéshez, a terület erdeit kezelő Vértesi Erdő ZRT, melynek vezetése sok más hasonló projekt után immár Maikon is sikerrel tette le névjegyét. Tevékenységük eredményeként az idei szerzetesi napok kiemelt eseménye, mondhatni hangütése az épület együtteshez tartozó Celli Szűz Mária kápolna felújítás utáni átadása és felszentelése lett. Egy ideje már nagyon jó együttműködést tudunk ápolni a Vértes ZRT erdőgazdálkodási vállalattal, annak munkatársaival, akiknek törekvése az, hogy ebben a Vértesben emlékeket mentsenek meg, intézményeket, épületeket, jeleket állítsanak vissza abba a formában, ahogy azt az őseink valamikor elgondolták és megépítették. Ennek a munkának az eredményeként újultak meg keresztek, emlékjelek a világháború hőseinek az emlékére, és ennek a munkának a folyamánya, hogy most itt ezt a kápolnát is megállhattuk, amelyet teljesen benőtt az erdő. Én magam sem tudtam, hogy ez itt van, hiszen a nyilvántartásokban, mint szer, számos kamra szerepelt, így tudta valamikor az építtető család megmenteni, hogy ne bontsák szét, ne rombolják el, és az erdő óvom körül ölelte, védte és takarta ezt a helyet. Kérünk, Szent Fiad érdemeire való tekintettel áld meg ezt a most felújított kápolnát, amelyet a boldogságos Szűz Mária tiszteletére készítettünk. Segíts minket, hogy égi édesanyánk közbeni járására életünket egészen Istennek ajándékozzuk, alázatos szívvel a hit útját járjuk, és tevékeny szeretettel segítsük embertársainkat. 3 évvel ezelőtt indítottunk el egy olyan programot, hogy a Vértes Erdőgazdaság a Vértes műemlékeiért nagyon sokat fog áldozni, és ezt 3 éve meg is tesszük. Az a célunk, hogy az épített környezetet megújjuk, és ugyanúgy kezeljük, ahogy a ránk bízott erdőket. Mi az erdész lelkében az a tartalom, amely ebben a kápolnában testet ölt? Egy erdész nem tud másképpen gondolkodni, csak úgy a műemlékeknél is, meg az épített környezetnél is, mint a erdőnél. Ugyanis egy egyedülállóan hosszú, több 100 évnél hosszabb termelési ciklusba avatkozik bele. És ezért mondom én mindig azt, hogy az erdésznek a hivatásból kell a múlttal foglalkoznia. A kápolna önmagában csak akkor jel, hogyha az emberek oda mennek. Hogyha az emberek tudnak itt imádkozni, tudnak itt békét, csöndet találni, lelki erőt, emberi tartást tudnak találni, Isten kegyelmével találkoznak, és akkor az ember az embernek testvére lesz, az ember az emberhez tud kötődni, erősödnek mindazok a kötelékek, amelyekre szükségünk van, hogy egyáltalán emberi életet éljünk, hogy békében, hogy
egymás szeretetében és Isten tiszteletében tudjunk élni. Nem tartja furcsának, hogy ezt a feladatot többek közt az egyház mellett egy erdőgazdaság vállalja fel? Talán valamikor furcsa lett volna, de most úgy gondolom, hogy ez egy nagyon fontos jel szintén a mai világnak. Volt idő, amikor ezeket a jeleket, ezeket az épületeket pusztították, rombolták. Hála Istennek most a világ azért egy picit fordult. És most van egy olyan erő, egy olyan kormányzó hatalom fölöttünk, velünk, amelyik ezeket az értékeket nem elpusztítani, nem eltüntetni, nem végképp megsemmisíteni és eltörölni akarja, hanem inkább megőrizni tanulságunként, megőrizni, hogy erőnk forrása legyen, megőrizni, hogy gyökerünk legyen, mert ha szilárd a gyökerünk, abból tudunk mi is táplálkozni a jelenben, akkor lesz majd Istentől megáldott és ember számára boldog a jövő. A kápolna elbűvöl, megnyugtat, új dimenzióba emel. A mai kis szerzetesi napok rendezvénye azonban hagyományosan szinte belakja a kamalduli kolostor teljes környékét is. A tópartján seregnyi tábortűz lobog, a vadhúsfőző verseny résztvevői szorgoskodnak, természetesen a hátteret, a vadhúst az erdőgazdaság biztosítja, miként azt a lehetőséget is, hogy az étkek ingyenesek maradhassanak, ezzel is teljessé téve a rendezvény karitatív jellegét. A testi táplálék mellett gazdag a szellemi étkek felhozatala is, hiszen a kolostor melletti nagy színpadon egészen estig követik egymást a különféle egyházi, szerzetesi ihletésű produkciók. A Don Bosco musicaltől kezdve Sam Martin vagy épp Mága Zoltán ugyancsak ingyenes, jótékonysági koncertjéig. E kötetlen hangulatban persze ne gondoljanak okvetlen reverendás liturgiára vagy szigorú tekintetekre. Majkon a pap fogalma is új dimenziókat jelent. Én azt gondolom, hogy mindenki más, tehát van, ott van a reverendám, és azt is szoktam hordani télen, akkor hideg van. És akkor? De csak akkor, igen. Tehát én azt gondolom, hogy sokfélék vagyunk, azért egy Boszkó Szent János egy 150 évvel ezelőtt azért kézen állt még a misa előtt a gyerekeknek a sekrestjébe, hogy egy kicsit fölspannolja őket, vagy viccet mesélt nekik, úgyhogy azt hiszem, hogy sokfélék vagyunk mi papok, és ez így szép, ez így jó. A csákvári kedves közönségünk jön velünk mindenhova, tehát nagyon lelkesek, egy része fele család azért, meg baráti társaság. Most volt nemrég csákváron koncertünk, és hát nagyon jó volt a hangulat, mert szívvel lélekkel ott voltak, nem csak mi, hanem a közönség is szurkolt nekünk. Hát én remélem, hogy az Úr áldása rajtunk van, igyekszünk ezen az úton maradni, és hát igen, nyitottak vagyunk fölfelé is, nem csak a zene felé, hanem a Jóisten felé is. Mai szerzetesi napok rendezvénye jó alkalom arra is, hogy az ember tájékozódjon rendekről, életformákról, hivatásokról, elfeledett, de újraéledő küldetésekről. A kolostor melletti Üzlet utca egyik leglátogatottabb standja kétségkívül a premontreiek sátra volt. Igazából azt kell tudni a premontreiekről, hogy nekünk 40 monostorunk volt a középkor folyamán itt Magyarországon, de nagyon expanzív volt a rend. A Szent Norbert a rendalapítónk, ő egy vándorpredikátor volt. Olyan helyeket keresett már a középkorban is, ahol nagyon sokan megfordultak. Majkon is kevesen tudják talán, hogy komoly kötődésünk van, mert az a Franz Anton Pilgram, aki itt ezt az együttest tervezte, ő tervezte a mi jászói templomunkat és kolostorunkat is. Azért különleges, mert Pilgramnak egyetlen olyan kolostor együttese sem készült el a teljességében, amit ő megtervezett, ez sem, ez a Majki sem, de a jászói az igen. Mi a jelentősége az önök itt létének? Nagyon sokféle dologba fogtunk bele a rendszerváltozás után, olyanokban, amiket az elődeink is csináltak. Például, tehát konkrétumokban például?
Hát például a lelkipásztori munka az egy hagyományunk volt, a Gödöllőn és Zsámbékon egy-egy plébániát vezetünk. Azután a hagyományunkhoz tartozott II. József óta, hogy iskolákat tartunk fönn. Iskolánk van Gödöllőn is, Zsámbékon két iskola, egy szakiskola, és egy általános iskola és gimnázium, illetve hát a csornai rendtársaknak is van egy szombathelyi gimnáziumunk, tehát gimnáziumi oktatással is foglalkozunk, ez is egy fontos feladatunk. És hát a nővéreknek a munkája az a szociális munka, amit korábban is végeztek óvodákban, most pedig a társadalomnak a kirekesztettjei, elesettjei között végzik ezt a munkát, akár a napközi otthonban, akár pedig az iskolában. A középkortól kezdve a mi rendünkben egy gyakorlat volt, hogy a kolostor kapujánál sokan kaptak meleg ételt. A nővérek is ezt csinálják, így szombatonként délután a többiek, akik most nem tudtak eljönni, ők ételt osztanak, tartós élelmiszert, illetve minden nap meleg ételt osztunk. Olyannyira, hogy hát ez több száz fő várja ezt a szombatonkénti ételosztást. Nem elsősorban arra törekszünk, hogy valami, tehát a szociális hálónak egy csomóját most mi megkössük. Igazából az is egy nagy dolog, jelen vagyunk, jelen lenni. Tehát, hogy én nekem egy nagy tapasztalatom az Lengyelországban, amikor még a rendszerváltozás előtt jártam, hogy vannak szerzetesek. Ez egy nagy tapasztalat volt számomra, és akkor, amikor még nem is gondoltam arra, hogy szerzetes legyek, akkor láttam szerzeteseket, és tudtam, hogy vannak, akik értünk, élnek és imádkoznak. Az egykori ferences diák szerkesztő persze nem hagyhatta ki a találkozást Tamás Gábor esztergomi ferences atyával sem, aki modernkori Szent Ferencként digitális fényképezőgéppel kutatja a Vértesi Erdő ZRT erdeinek titkait. Naphimnusz következik, Pixelekben. Úgy érzem, hogy a természetnek a szeretete az régóta bennem van, talán még korábban Middenborg ferences lettem, hiszen itt a Vértesnek a lábánál Csákváron nőttem föl. A családban nagyon sokan dolgoztak az erdőgazdaságban. Az erdőnek a szeretet azt hiszem, hogy kicsit genetikusan is öröklődött a számomra. Amikor a ferences hivatásom elindult, akkor még nem gondoltam, hogy igazából egy olyan kapcsolat kialakul a Vértes is közöttem, ami a természet fotózásban testesül meg. Nagyon gyakran, amikor kimegyek hajnalba az erdőbe, akkor nem is a fotózás az első, ami a legfontosabb a számomra, hanem kikészítem a dolgokat úgy magam körül, beülök egy vadászles alá, és utána nem is bánom, hogyha különösebben semmi nem történik, csak egyszerűen én is részese lehetek annak a teremtésnek, amelyet a Jóisten a számunkra adott. Azt gondolom, hogy ott lenni, része lenni az önmagában egy hatalmas élmény. Ha néha még egy jó fotót is sikerül elkészíteni, az egy külön öröm a számomra. Alapvetően az embernek a teremtettségéből következik, hogy nem vagyunk egészek önmagunkban. Mindig azt gondoljuk, hogy mindenünk megvan, vagy legalábbis igyekszünk megszerezni azokat a dolgokat, amelyekre szükségünk van. De Jóisten direkt úgy teremtett meg bennünket, hogy ezért valami hiány mindig legyen bennünk. Ezt a hiányt, ha nem a teremtett dolgokkal, mint pótlékkal akarjuk kitölteni, hanem a Jóisten felé fordít bennünket, ez a bennünk lévő hiány és a többi ember felé, akkor találjuk meg igazán azt az utat, amelyet nekünk szánt. Egymásnak vagyunk kitalálva, úgyhogy keressük egymást, és egymáson keresztül pedig a Jóistent. Hát én nagyon örülök, hogy itt nagyon sokan eljöttek, és látják azt, hogy különböző szerzetes rendek éltek itt a Vértesben, és most is vannak olyanok, akik szívesen járnak itt. Az én képeim például itt Maj környékén 10 kilométeres körzetben készült a legtöbb, és picit jó, hogy találkoztatunk egy szentmisének a keretében, a fotókiállítás keretében, vagy akik jönnek és különböző dolgokat vásárolnak, ezért ott mellette látják a szenteknek az életrajzait, és azokat is elolvashatják, kicsit közelebb kerülhetnek hozzájuk, hiszen ugyanolyan emberek voltak ők is, mint bármelyikünk. Nagyon-nagyon remélem, hogyha azok, akik erre járnak majd, és a Majkitó mellett felsétálnak oda a kápolnához, akkor megérzik azt az ős evangéliumot, amit igazából a teremtésbe rejtett el a Jóisten, hiszen nem csak írott evangéliumunk van, hanem ős evangélium. A teremtés az első, hogy megszólítja az embert, és egy picit oda mennek ez a kápolnához, megnézik azt a tavat, akkor ebből az evangéliumból olvasnak el pár sort. Szerzetesek évet, ez egy jó szlogen mondaná erre az ember, itt vagyunk a 21. században, rohanunk, sietünk, végezzük a dolgunkat, a szerzetes az imádkozzon és tegye a dolgát. Miért fontos az, hogy a szerzetesekre ráirányuljon a figyelem ön szerint? Miután ők az életüket adják erre a gyönyörű hivatásra, amit tesznek, és ők tényleg meg tudnak állni, és amit tesznek, azt átgondolva
és tényleg az Isten dicsőségére is mindent úgy tesznek, ahogy szinte minden embertől elvárható lenne, hogy úgy kellene élni. A Majki szerzetesi napok egyik legnagyobb színpadi sikerét aratta a Móri illetőségű Forró Cappuccino együttes. Mondanunk sem kell, a gospel dallamokkal lelket emelő cappuccino ezúttal nem csak az olasz kapcsolatot jelzi, bár az sem lebecsülendő. Én úgy érzem, hogy mivel ez ilyen szerzetesi napok vannak, és úgy érzem, hogy van csomó fajta szerzetes. Mi, mint ferencesek, mint kapucinusok, így az emberek között vidámsággal szoktunk hirdetni az evangéliumot, élni a hitünket. Csak akkor azt hiszem, hogy jó itt lenni, mert mi is szerzetesek vagyunk, és mi így tudunk élni az életünket. Fantasztikus volt látni azt az expresszivitást, azt a jó értelmében, ahogyan teljesen átadtad magad a színpadon a közönségnek. Hát hittantanár vagyok, úgyhogy ez azt hiszem kötelező is, hogy Isten csak úgy lehet továbbadni, hogyha magamat is adom, és Isten örömét csak úgy lehet továbbadni, hogyha ezt tényleg tükrözöm is. Értem. Hát emberek vagyunk mi is, akkor belefér az is, hogy táncolunk, hogy éneklünk, hogy tudunk vicces dolgokat mondani, tudunk az emberek között lenni. Sőt, azt hiszem, hogy sokszor ez is kell ahhoz, hogy hiteles legyen a tanúságtételünk. Amikor ez az egész elkezdődött, akkor még nem nagyon beszéltek magyarul az olasz kapucinusok, és a zene volt ez a nyelv, ami lehetett kommunikálni, és lehetett egymást is megtalálni, meg ezáltal Istent is. Aztán nyilván az, amit éneklünk, az előbb-utóbb áthat bennünket. Tehát az amiről szól, és az, ahogy éneklünk, hogy egymásra is figyelünk, ez is nagyon sokat nyújt nekünk. Énekelni és zenélni, többiekkel együtt lenni, ez mindig azt jelenti, hogy önmagam lehetek, és a többiek is önmaguk lehetnek. Rengeteg tehetséges fiatal van közöttünk, akik ezáltal fedezték fel azt, hogy valóban értékesek. Arról meg nem is beszélve, hogy valóban az öröm Istenét és Isten örömét szeretnénk továbbadni, megélni is, és továbbadni is. Majki szerzetesi napok sikere idén is vitathatatlan volt. Közel 4000-en látogattak el a Vértesi Erdő ZRT jóhangulatú karitatív rendezvényére. Látható, hogy az egykor a csend szerzeteseinek otthont adó épületegyüttes egyre inkább méltó módon találja meg helyét dinamikus jelenünkben is. Oroszlány és a környéke, azt kell mondjam, hogy hát a bányászat nem nagyon figyelt az értékekre, ugye másféleképpen fejlesztették a várost, és azt gondolom, hogy nagyon kell örülni annak, hogy eljutottunk oda, hogy ezekre az értékekre már odafigyelünk és vigyázunk rá. És az nagyon fontos dolog, hogy ezzel a város bekapcsolódhat egy nagyon komoly a vallási turizmus kötelékébe, hiszen ez a Mária útnak egy állomása lesz ez a kápolna. Ugye a város ebben azt a katalizátor szerepet tudja felvállalni, hogy a saját város marketingén keresztül, tehát a saját reklámanyagainkon keresztül népszerűsítjük a Majki eseményeket, a Majki lehetőségeket, és természetesen a városnak van másfajta, itt a közelben lévő saját múzeum, ez a bányászati múzeum, és azt gondolom, hogy a két rendszernek a közös fejlesztésébe kell gondolkodni, hiszen ezek szervesen kapcsolódhatnak egymáshoz, nagyon közel is vannak. És úgy gondolom, hogy ha van egy Vértesi Erdő ZRT a háttérben, akkor ez lényegesen könnyebb is, hiszen nincsenek magukra utalva. Így van, ők is egy nagyon komoly partner ezekben adó, sőt azt kell mondjam, hogy ők motorként vesznek részt, tehát társadalmi szerepvállalásuk van, és ennek egy nagyon komoly része ez, amit ma is láttunk. Én az utóbbi időben két másik ilyen komoly rendezvényükön voltam. Az egyik az Pusztavámon a
erdei iskolának a megnyitása volt, és utána pedig Gánt mellett a Kápolnapusztai emlékhelyen tulajdonképpen a megemlékezés. Én azt gondolom, hogy ezek nagyon komoly társadalmi szerepvállalások. Egy erdőgazdaság azért egy olyan bonyolult életközösség, én meggyőződésem szerint egy nagy megtartó erő a vidékfejlesztésben. Ha mindent összevetünk, körülbelül 2000 háztartás él a Vértesi Erdészet és Faipari ZRT-ből. És itt azért tudatot formálni kell, meg tájékoztatni kell az embereket, mert azt is el kell mondanunk, hogy sajnos az embernek van két tulajdonsága, az egyik nem sajnos a tudata meg az értelme, a másik az már igen, hogy az elemi szükségleteinél nagyobb a birtoklási vágya, és ezért sokszor az erdő ellen fordul. És az a kötelességünk nekünk, hogy ezt a folyamatot valamilyen szinten megakadályozzuk, és ráébresszük az embereket arra, hogy értsék meg, hogy a civilizáció oltárán eddig az erdő hozta a legnagyobb áldozatot, a röpke pár ezer év alatt, amióta az ember ugye beavatkozik az élő környezetébe. Hát ez a feladat, amit itt főleg a gyerekekbe tudatosítani kell, meg hát a aktív felnőttekbe is. Én nagyon fontosnak tartom, hogy a megyénkben itt a Kamalduli remetesség épülete meg tudott újulni, és mindenkit köszönet illet, aki ebben részt vett, az egyházat, a vértesi erdőgazdaságot, illetve azokat a tisztelt adományozókat, akik ebben szerepet játszottak, a kulturális emlékeinket, kulturális örökségünket továbbvigyük. Azt gondolom, egy összekötő kapocs itt majd két megye között, Komárom-Esztergom megye és Fejér megye között, hiszen nem messze vagyunk Fejér megyétől, összeköt minket a Vértes hegység is, a természet védelme. Emellett nagyon fontos, hogy a mi megyénket, Komárom-Esztergom megyét az ipar erőssége, a gazdaság erőssége jellemzi, de legalább ilyen fontosnak tartom, hogy az elmúlt időszakban a turizmus is nagyon fontos szerepet játszik. Kiemelném itt akár Tatavárosát, akár a Dunaparti településeket, Esztergomot, és nagyon fontos, hogy a turizmuson belül az egyházi, a vallási turizmus, az arándokok kiemelt szerepet játszanak, és ebben is azt gondolom, hogy a megyénk egyedülálló, hiszen rajtunk keresztül halad a Mária út. Feltételezem azonban, hogy önnek, mint állami munkatársnak mondhatjuk így, nem csupán gazdasági szempontból fontos ez. Ennek a lelkisége az államra legalább annyira kisugárzik. A helyi társadalomban legalább olyan fontos szerepet játszhat. Igen, mi az államigazgatásban, közigazgatásban úgy kezdjük a munkánkat, hogy esküt teszünk, hogy a magyar államot, a magyar kormányzatot szolgáljuk. Én mindig külön örülök, ha emögött az eskü, mögött az eskü szöveg után elhangzik az Isten engem úgy segélyen mondat is, hiszen ez még egy pluszt jelent, még egy kicsit többet jelent ennél, hiszen az azt jelenti, hogy egy több mint 1000 éves hagyományokkal rendelkező magyar államot szolgálunk, és a szemünk előtt tartjuk azokat a hagyományokat, azokat az értékeket, ami a magyar államot jelenti, ami a jó magyar államot jelenti, és nagyon bízom benne, hogy nem csak a közigazgatás, hanem az egyházi igazgatás is ebben mindig partner, hiszen ennek a kettőnek együtt kell működni, és hatékonyan akkor lehet a mindennapokat szervezni. Lelket emelő esemény ez, olyan alkalom, ahol sok ember egyet akarva, egyet gondolva, egy szívdobbanással gyűlt itt össze, együtt énekelve, imádkozva, zarándok menetbe jöttünk ide erre a helyre, együtt vettünk részt a Szent Misén, a hívő emberek egységének a megtapasztalása ez, és erre hivatva vagyunk mindannyian, hogyha tudunk, akár hivatalból, akár a magunk szívének a készségéből jöjjünk el is, ezt az egységet, ezt a közösséget éljük meg. Mi helyiek vagyunk, igen. Komáromból jöttünk, de a feleségem az oroszlányi, ő ide is született a majki szerzetes házakba, úgyhogy mi minden évben többször is meglátogatjuk itt az erdőt és a
Majkitó környékét is. Akárhányszor jövök ide, pedig mondom, én ide születtem, és rengeteget voltam, itt mindig megújulok, mert ennek a helynek van egy olyan varázsa, egy olyan mondani valója minden egyes fának, minden egyes bokornak, fűnek, épületnek, hogy attól mindig megújul az ember. Tehát ez talán így szavakkal meg se lehet fogalmazni, ezt itt érezni kell, hogy mi van. Én ide hazajövök.